Régi mesékre emlékszel, még? Volt egyszer rég, volt egyszer rég, szép tavaszon ragyogott fenn az ég, volt egyszer rég, egyszer rég. Ó, hogy miért nem mesélsz már nekem, boldog idők soha nem feledem. Hallani vélem a hangodat még, Volt egyszer rég, egyszer rég. Garast az ünnepre, uram! vigyorgott a szurtos ábrázatú kisfiú. Garast? Na gyere csak közelebb, fiacskám! biztatta a Jepp főfelügyelő. Gyere csak! A rémült kölyök nagyot ugrott, és visszarohant a társaihoz. A fenébe egy zsaru, mondta tömören. A kis csapat kereket oldott. Trebien Jepp, mosolyodott el a főfelügyelő társa, egy alacsony, idősebb, Tojásfejű úriember hatalmas, katonás bajusszal. Szép akció volt. Gratulálok! A lőporos összeesküvés évfordulója csak arcátlan ürügy a koldulásra, méltatlankodott a Scotland járd embere. Higgyel, Poirot, a legtöbb ilyen kölyöknek fogalma sincs ki volt Guy Fawkes valójában. A két férfi letért a főútról a kanyargós utcácskákba. Együtt vacsoráztak, és most Erkül Poáró lakása felé sétáltak. A petárdák durrogása a szűk kis utcákban még fülsiketítőbb volt. Időnként aranyló szikrazápor világította be az eget. A késői időpont ellenére mindenütt égtek a lámpák, a gyerekek rohangáltak, a felnőttek az ablakokban könyökölve, élvezték a tüzijátékot, és a petárdák szünni nem akaró ropogását. A főfelügyelő megállt egy furcsa mód, csendes, sötét ablakú ház sarkánál, és a vidám utcai nyüzsgés nézte. Gyilkosságra való éjszaka állapította meg szakértően. Egy ilyen éjszakán például senki nem hallaná meg a pisztolylövést. Poáró bólintott. Mindig különösnek találtam, hogy ezt nem használják ki jobban a bűnözők. Másnap reggel megszólalt Erkül Poáró telefonja. – Aló, aló! – Itt Jepp! – Tegnap este hazafelé útba ejtettük a Báci Gardens közt. Emlékszik? – Ahol megálltunk egy csendes háznál? – Igen, igen! És arról beszélgettünk, milyen egyszerű volna lelőni valakit, mikor mindenfelé durrag az a rengeteg rakéta meg petárda. Így volt? – ne? Nos... Történt egy haláleset a csendes házban. A halott egy fiatal nő. Nincs kedve velem jönni. Épp oda Felvehetem út közben. Merci mon ami. Örömmel Mire odaértek, a ház már az érdeklődés központjába került. Nagy csoport verődött össze szomszédok, boltosok, kifutófiúk, rosszul öltözött csavargók, jól öltözött járókelők és megszámlálhatatlan gyerek. Tetrekész fiatal emberek kattogtatták a fényképezőgépüket, és amikor Jeb kiszállt a kocsiból, oda rohantak hozzá. Egyelőre nincs mit mondanom, hárította őket a főfelügyelő, és megragadta poáró karját. Besiettek a házba, az ajtó becsukódott mögöttük, és ők ott álltak, egymáshoz préselődve egy meredek lépcső ajában. Odafent megjelent egy rendőr. Ide, uram! Felkapaszkodtak a lépcsőn. Jameson körzeti rendőrfelügyelő, Mr. Erkülpoáró intézte el, jepp röviden a formaságokat. Nos, Jameson? A halott nevem, Mrs. Ellen uram, egy barátnőjével lakott itt bizonyos Jane plenderis Miss Plendorys a hétvégét eszegzven töltötte. Csak ma reggel tért vissza. Be akart menni a barátnőjéhez. Az a szoba ott szemben. De az ajtó zárva volt. Hiába rángatta a kilincset, hiába kopogtatott és kiabált, nem kapott választ. Végül nagyon megijedt és felhívott bennünket. Nyolc óra, negyvenöt perckor. Azonnal kijöttünk és fölfeszítettük az ajtót. Mrs. Elena a földön hevert, átlőtt fejjel. Kezében egy webli 25-ös automata pisztoly találtunk. Az ablak belülről volt bereteszelve. Minden jel szerint öngyilkosság történt. Nos, nézzük meg, bólintott a főfelügyelő, intett poárónak, és beléptek a szemközti ajtón. Örülök, hogy megjött uram, sietett eléjük a fiatal törvényszéki orvos. Elég furcsa ügy. Jeb a holttesthez lépett, Poiró pedig körbesétálta a szobát. A falak ezüst színűek, a mennyezet smaragd zöld. Az ablakon modern mintás, ezüstzöld függöny a sejem takaróval borított heverőn sok arany és ezüst színű párna, magas, antik diófa és fiókos szekrény, csillogó krómozású modern székek, az alacsony üvegasztalon öblös hamutartó tele cigarettacsikkel. Erkül poáró beleszimatolt a levegőbe. – Mi a furcsa, doktor? – nézte Csepp az élettelen testet. Az üvegasztal mellett, a moha zöld szőnyegen, 25 év körüli fiatal nő teste hevert, mintha az egyik krómszékről szédült volna le. A haja szőke, az arca finom vonású, sima bőre festetlen, csinos, sóvár, talán kisé butácska arc. A fej bal oldalán alvatvércsomó, a jobb kéz ujjai apró pisztoly köré fonódtak. A helyzetes stimmel, mondta az orvos. Ha fejbe lőtte magát, pontosan így kellett a padlóra csúsznia a székből. De nézzék meg a pisztolyt, uraim! Rögtön látni fogják, mire gondolok. Poáró és Jepp letérdelt, és alaposan szemügyre vették a fegyvert. Látom, állt föl Jepp. A kész hajlása. Úgy látszik, mintha fogná, de valójában nem fogja. Van még valami? van bizony. A jobb kezében tartja a pisztolyt. És most nézze meg a sebet? A fegyvert közvetlenül a bal fül fölött tartották a fejhez. Látja? A bal fül fölött. Aha, bólintott Jepp. Nem tarthatta a pisztolyt és süthette el ebben a helyzetben a jobb kezével, még ha kitekeri a csuklóját, akkor sem. Valaki más lőtte le, és megpróbálta öngyilkosságnak feltüntetni, de mi van a bezárt ajtóval, meg ablakkal? Az ablakot becsukták és bereteszelték, uram, válaszolt a kérdésre Jameson, körzeti rendőrfelügyelő. Az ajtónak viszont, bár zárva volt, eddig még nem találtuk meg a kulcsát. Hát igen, bólintott Jepp. Akárki volt a tettes, távozóban bezárta az ajtót, és remélte, hogy senki nem fogja hiányolni a kulcsot. Így van, poáró. Alig, ha nem így van, Monami. Nagy szerencse, hogy Miss Plendulis azonnal a rendőrséghez fordult. Megkérhetett volna valakit a szomszédok közül, hogy törje fel az ajtót, és akkor a kulcs kulcsügy szóba sem kerül. Poáró még mindig a padlón térdelt, és nem vette le a szemét a holttestről. – Netán észrevet valamit? – kérdezte Jeb hanyagul, de a tekintete csupa figyelem volt. – Csak az óráját néztem – előre Előrehajolt, és az ujja hegyével megérintette a kecses, apró égkövekkel díszített karórát, amelyet fekete moárépánt rögzített a pisztolytartó kéz csuklóján. Mit néz rajta? Még csak meg sem állt. Poáró feltápászkodott, oda sétált a lehajtható lapu szekreterhez, melynek elegáns tárgyait úgy válogatták össze, hogy illeszkedjenek a szoba színeihez középen tömör ezüst tintatartó, előtte csinos zöld lakmappa, tőle barra smaragdzöld üveg toltartó, azon ezüst tolszár, egy rúd zöld pecsétviasz, egy ceruza és két bélyeg. A mappától jobbra asztali naptár, amely a dátumot mutatta. Volt még ott egy kis üvegedény, söréttel töltve, benne élénk zöld lúttól. Poharó kivette és megnézte a tollat, de az még sosem látott tintát. Nyilvánvalóan csak dísz volt. Írásra a tintafoltos hegyű ezüst tollszárat használták. Poharó a naptárra nézett. November 5 -e, kedd. Igen, az volt tegnap! Jepp az orvoshoz fordult. Mikor állt be a halál? tegnap este 11 körül történt, esetleg egy órával, de nem többel, előbb vagy később, mondta a doktor. Poáró kinyitotta a zöld lakmappát, és megnézte a legfelső itatóst. Makulátlanul fehér. Megnézte a többi lapot is, de hiába. A papírkosárhoz hajolt, pénzkérő levél, valami veterán segélyező társaságtól meghívó egy koktélpartira, reklámcédulák. C'est fantastique, mormolta Poirot. Arra gondol, hogy az öngyilkosok rendszerint hagynak búcsú levelet? Pontosan arra, mon ami. Ez is megerősíti, hogy nem öngyilkosság volt, lépett el Gsepp az asztaltól. Most behívom az embereimet, hagyd lássanak munkához. Hol van Miss Plendelis? Beszélgessünk vele. Jön, Poirot. Oáról, mintha nehezen tudott volna megválni az íróasztaltól és tartozékaitól. Na jöjjön már, öregem! Elindult, de az ajtóból még egyszer visszanézett a lendületes, smaragdzöld lúttorra. A keskeny lépcső ajából nyílt a tágas nappali. A réz és fa díszített szobában a kandalló melletti karosszékből fekete hajú, 27-28 éves nő nyújtotta a kezét a lángok felé. Miss Jane Plendalis? Jeff főfelügyelő vagyok. Ő pedig a barátom Erkül Poirot. Poirot kisé meghajtotta a fejét. Mademoiselle? Mondja kell mindent, amit tudok, ugye? kérdezte a lány. Kifizettem a taxit, behoztam a böröndömet, fölmentem a szobámba, kicsit rendbe hoztam magam, aztán átmentem Barbarához, és zárva találtam az ajtót. Kopogtam, aztán dörömböltem, ráztam a kilincset, de nem válaszolt. Akkor lejöttem, és telefonáltam a rendőrségre. Pardon, mademoiselle, eszébe se jutott, hogy megpróbálja betörni az ajtót? Mondjuk valamelyik szomszéd segítségével? Nem, dehogy. Gondoltam, ha valami baj van, a rendőrséghez kell fordulni. Tehát úgy vélte, hogy van valami baj? Természetesen. Nem próbált meg benézni a kulcsjukon? kérdezte Jepp. Nem, gondolkozott el a lány. Eszembe se jutott, de úgy se láttam volna semmit, nem igaz? Hisz benne volt a kulcs. És a főfelügyelőre nézett kérdőn ártatlan, tágra nyílt szemmel. Poáró hirtelen elmosolyodott a bajusz alatt. Ön természetesen igen helyesen cselekedett, Miss Plendelis, mondta Jepp. Gondolom nem volt oka feltételezni, hogy a barátnője öngyilkosságra készül. Nem látszott nyugtalannak, esetleg lehangoltnak? Csönd támadt. Érzékelhető csönd. Nem, válaszolta végül a lány. Aha, most pedig kérem, legyen szíves elmondani Mrs. Ellenről mindent, amit csak tud. Mióta ismeri, hol élnek a rokonai, szóval mindent. Körülbelül öt éve ismerem. Egyiptomban találkoztam bele. Ő akkor tartott hazafelé Indiából. Együtt voltunk egy nílusi hajó kiránduláson, megkedveltük egymást, összebarátkoztunk. Én éppen kerestem valakit, akivel együtt bérelhetnék lakást vagy egy kis házat Londonban. Barbarának nem volt a világon senkije. Gondoltuk, jól kijövünk majd egymással. Poáró bólintott. Tudott róla, hogy pisztolya van? Igen, Indiában mindig a keze ügyében volt. Egy fiókban tartotta a szobájában. Barbara talán 17 éves lehetett, amikor férhezment ment Indiában. A férje ivott, nagyon sokat ivott. Meghalt egy-két évvel azután, hogy összeházasodtak. Egy kis lányok született, aki beteges volt. Három éves korában ő is meghalt. Nem szeretett erről beszélni, úgyhogy sose hoztam szóba. Tudomása szerint voltak Mrs. Ellennek anyagi problémái? Nem. Volt egészen közeli barátja? Nos, egyben járt valakivel. A neve Charles Leveton West. Valami kis hemsíri helység parlamenti képviselője. Önnek mi a véleménye Mr. Charles Leverton Westről? kérdezte most poáró. Nem nagyon gondolkodtam felőle. Fiatal, törekvő, jó szónok, sokra akarja vinni. Ez mind mellette szól. És mi szól ellene? Nos, véleményem szerint elég mindennapi ember. Nincsenek eredeti gondolatai. Kicsit snob és nagyon beképzelt. Ezek nem valami súlyos hibák, mademoiselle, mosolygott poáró. Madame Ellen bizonyára észre sem vette őket. Ön nagyon szerette a barátnőjét, ugye? Látta, hogy a lány keze ökölbe szorul, és a szája megrándul. Igen, felelte mégis érzelem nélkül, tárgyilagosan. Az ön tudomása szerint voltak Mrs. Ellennek ellenségei? kérdezte Jepp. Pillanatnyi csönd. Nem egészen világos előtte, mit ért ön ellenségen? hangzott végül a válasz. Például van valaki, aki hasznot húzhat a halálából? Nem. Nem volt vagyona vagy ilyesmi. Esetleg volt valaki, aki gyűlölte? Nem hiszem, hogy bárki is gyűlölte volna. Olyan szelíd volt, igazán kedves, gyengét, szeretetre méltó teremtés volt. A kemény, tárgyilagos hang most először csuklott el kissé. Tehát összegezve, mondta Jeb, Mrs. Ellen az utóbbi időben jókedvű volt, nem küszködött anyagi problémákkal, jegyben járt valakivel, és ez boldoggá tette. A világon semmi oka nem volt az öngyilkosságra. Ez a helyzet, ugye? Igen. Bocsássanak meg, beszélnem kell Jameson rendőrfelügyelővel. Állt föl, Gsepp. Kiment. Monsieur Hercule Poirot kettesben maradt Miss Jane plendulis Pár percig mindketten hallgattak, és a lángok játékát nézték a kandallóban. Mikor gyújtotta meg a tüzet, madmazel? A tüzet? Ja, igen, a tüzet. Ma reggel, amint megérkeztem. – Mielőtt fölment az emeletre, vagy utána? – Előtte. – Értem, hát persze. – És már bekészítették, vagy önnek kellett megraknia? – Bekészítették, csak meg kellett gyújtanom. Kis türelmetlenség volt a hangjában, szemmel láthatólag arra gyanakodott, hogy poáról csak társalog vele. Talán így is volt. De a barátnőjénél, folytatta a kisember csöndes, csevegő hangon, láttam, az ő szobájában csak gázkájha van. A rövid beszélgetés elhalt. Jane Plendelis szipője türelmetlenül dobolt a padlón. Poháró nézte a lányt. Szeme zölden világított a tűzfényében. Nagyon megrendítette önt a barátnője halála? Jane feléje fordította holcsápat arcát. Borzasztóan mondta nyers őszinteséggel. Egyáltalán nem számított rá, ugye? Meg lehet először az volt az érzése, hogy ez lehetetlen. Ez nem történhetett meg együttérző hangja feloldotta a lány merevségét. Pontosan erről van szó, mert azt sem tudom elképzelni, hogy így ölje meg magát. Tudja, egyszer beszélgettünk az öngyilkosságról. Az lenne a legegyszerűbb, mondta, ha az ember kinyitná a gázt, eltömne minden rést, aztán csak lefeküdne. Szerintem ez képtelenség, mondtam én, hogy csak feküdjek és várjak, akkor már inkább golyót röpítenék magamba erre sose lenne képes, válaszolta. Annyira félne, hogy nem sikerülne, és különben is az a nagy dörrenés. Igaza van. Nagyon különös, mondta Poáró. Mert, mint az imént említette, volt a szobájában gázkája. Úgy van, bolintott a lány. Nem is értem, miért nem azt választotta, ha már mindenképpen. Mert csak öngyilkosság lehetett, ugye? Hát van még egy lehetőség. Micsoda? Lehet egy gyilkosság is. Jaj, nem! Az Isten szerelmére micsoda szörnyű gondolat! Talán szörnyű, madmazel, igen, de úgy találja lehetetlen. Gyilkosság! Gyilkosság! Fontolgatta a lehetőséget a lány, és okos, szomorú arcára kiült az izgalom. Ön tud valami indítékról? Nézett rá figyelmesen poáró. Nem, nem tudok. De hiába tagadott. Poárónak megint az volt az érzése, hogy Jane Plendelis valamit elhallgat. Nyílt az ajtó, és belépett Jeb főfelügyelő. Mondja csak, Miss Plendelis, ezt látta már? Nyújtott eléje a tenyerén egy apró, ovális, sötétkék zománc tárgyat. Soha életemben! Nem az önné, vagy Missis Ellené? Nők nem igen hordanak ilyesmit. Tehát felismeri. Eléggé nyilvánvaló, nem? mondta Miss Jane Plendeli szűvösen. Ez egy mancsetta gomb darabja. Ez az hölgy fensőbségesebb már nem is lehetne, méltatlankodott Jepp. A két férfi ismét a smaragd zöld szobában volt, ahol testet lefényképezték és elvitték, az új lenyomatos is végzett, el is ment. Maga szerint ő a tettes? kérdezte Jepp vágyakozva. Mondjuk. Összevesztek ezen a fiatalemberen, a kezdő képviselőn. Gyanús, hogy ilyen gúnyos megvetéssel beszél róla. Mintha ő is szerelmes lenne belé, csak nem kellett volna a férfinak. Féltékenység. Végeredményben Essex nincs olyan messze. Van vonat bőven? Vagy mondjuk egy gyors autó? Érdemes lenne megtudakolni, tegnap este nem mentek korán lefeküdni, mert mondjuk fájt a feje. Alaposan ellenőriznünk kell az alibiét tegye azt, biztatta nyája sampoáró. Minden esetre az ifjú hölgy valamit elhallgat előlünk. Maga nem vette észre? Poáró bólogatott. Elküldtem Jamesont, hogy kérdezősködjön az utcában, folytatta energikusan a főfelügyelő. Most pedig átnézzük Mrs. Ellen iratait. Hozzá is látott. Néha dörmögött valamit, és odatolt egy-egy lapot Poáró elé. Magának feltűnt valami? Vizsgáztat, mosolyodott el poáró. Hát igen, én is észrevettem. Három hónappal ezelőtt felvett 200 fontot a bankjából, és tegnap is kivett 200 fontot. Amit nem találtunk meg a szobájában, és én azt gyanítom, hogy az egész házban nincs ennyi pénz csapott az asztalra, Jeb. Mrs. Ellen tegnap kifizette valakinek. Nyílt az ajtó, és belépett a körzeti rendőrfelügyelő. Nos, Jameson, megtudott valamit? Igen, uram, beszéltem néhány szomszéddal. A lövés senki sem hallotta. Abban a nagy petárda durrogásban nem is hallhatták. Mrs. Ellen öt óra körül jött haza. Hat körül megint kiment a házból, de csak a sarki postaládáig. Fél tíz körül megállt itt egy autó. Svelo típusú luxuskocsi. Egy férfi szállt ki belőle, a személy leírás szerint 50 körüli, jól öltözött, katonás megjelenésű, keskeny bajuszos úriember, sötétkék felöltőben, kemény kalapban. Mr. Hogg a 18 számú házból azt mondja, régebben is látta már látogatóba jönni ide. 50 körüli, mondta Jepp, ez alig ha lehet az ifjú vőlegény. Akárki volt, tíz óra húsz körül távozott. Az ajtóban megállt, és beszélt még néhány szót Mrs. Lennel. Azt, hogy nos, jól gondolja meg, erre a nő válaszolt valamit, a férfi meg azt felelte, értesítsen, viszontlátásra. Hoggék nyolc éves kisfia ott lődörgött a közelben, és hallotta. Áhá, bólintott Jepp. Nos, pováró, munkára! Elő kell kerítenünk azt a katonás megjelenésű, keskenybajuszos úriembert. Vajon ki lehet? Mademoiselle Jean talán megmondhatja, jegyezte meg Poáró. Talán igen, közölte Jeb komoran. De az is lehet, hogy nem. Nincs kétsége afelől, hogy sok mindent mondhatna, ha akarna. És maga? Az előbb négy szem közt hagytam bele. Csak gáztkályhákról beszélgettünk, tárta szét a karját Poáró. Gáztkályhák! Marokta Jeb. Mi ütött magába öregem? Mióta betette ide a lábát, mással sem törődik, csak gázkályhákkal, lúttollakkal, meg papírkosarakkal. Tökéletesen igaza van, monami, mondta szerényen Poáró. Jeb gyanakodva nézett rá. Nos, én tudom, most mit fogok tenni. És maga? Ebben, mondta Poáró már az ajtóból. A konyhai szemétláda még hátra van. Azért én mégis szeretném tudni, miben sántikál, mondta Jepp. Oda ment az íróasztalhoz, és nyugtalanul merett a zöld lúttólra. Aztán hirtelen sarkom fordult, és lesietett az utcára. Az utcán éppen egy terebélyes asszonysággal beszélgetett, mikor poharó halk macska lépteivel ott termett mellette. Talált valamit? Azt nem amit kerestem, de folytassa csak, Monami. <laughs> az a férfi tehát tíz óra húszkor távozott fordult Jepp ismét Mrs. Hawk-hoz. Maga látta őt elmenni. Hallotta, mit mondott? Ahhoz messze voltam, de amúgy sem hallottam volna, pufogtak a petárdák mindenfelé, és az én Eddinnek meg hajszál hián leégett a szemöldöke. Csak az ablakból láttam, hogy az az úriember Mrs. ellen Szelennel beszélget az ajtóban. Mrs. ellen is látta? Igen, hogy de ott állt mindjárt az ajtónál. Nézem Mrs. Hogg, maga okos asszony, és kiváló megfigyelő. Remek megfigyelő, látom én, mondta a főfelügyelő arcpirulás nélkül. Milyen ruha volt a hölgyön? Ruha? Hát ö, nem tudnám megmondani, uram. Az sem, hogy sötét színű ruhában volt, vagy világosban? Mit akadás, uram? Nem. Jep föltett még néhány kérdést, aztán áttért a következő tanúra, a pajkos képű Eddi Hog úrfira, aki csak úgy dagadozott a büszkeségtől. Igen, uram, hallottam, amit beszéltek. Gondolja meg jól, ezt mondta az az úri ember. Erre a hölgy mondott valamit, az uri ember meg azt válaszolta, értesítsen, viszontlátásra, és beszállt az autójába. Én kinyitottam neki a kocsi ajtaját, de semmit se kaptam. Azt hallottad, hogy Mrs. Ellen mit mond? Nem, uram, azt nem, meg tudod mondani, milyen ruha volt rajta? Például milyen színű? Őt nem is láttam. Eltakarta az ajtó. Hát, persze, mondta Jeb. Itt egy hatpen is. Fogjad, mehetsz. Poáróra nézett, az meg vissza. Egyszerre bólintottak mind a ketten. Hát, esetleg, vélte Jeb. Vannak bizonyos lehetőségek, helyeselt Poirot a szeme zölden dillogott, akár a macskáé. Egyszerre fordultak meg, és indultak vissza a csendes házba. Nézem, Miss Plendulis, nem gondolja, hogy jobb lenne, ha itt és most azonnal elmondana mindent? A vége úgy is az lesz. Tér Gsepp a tárgyra kertelés nélkül, amint ismét beléptek a ház nappaliába. Fogalmam sincs, miről beszél, vonta fel a szemöldökét Jim Plendulis. A kandalónál állt, lábát óvatosan melengedte a tűznél. Válaszoltam minden kérdésükre. Nem tudom, mi egyebet tehetnék. A főfelügyelő elvörösödött a tűtől. – Igazán, Miss tud valamit, és nem mondja meg! Azt hiszem, Monami, hogy Mademoiselle Jane jobban méltányolná a kérését, ha elmondaná neki, hol tart az ügy jelenleg. Rendben van. Tehát a tények a következők. Az ön barátnőjét kezében pisztolyjal, átlőtt fejjel találtuk a szobájában, melynek ajtaja és ablaka zárva volt. Öngyilkosságnak látszott. Csak hogy mégsem öngyilkosság. A pisztolyon egyetlen új lenyomat sincs, és olyan szögből érte a lövés, hogy a sebet nem okozhatta önkezével. Nem hagyott búcsú levelet, ami öngyilkosság esetén elég szokatlan. Az ajtó ugyan zárva volt, de a kulcs nem került elő. Hát, erről van szó, kisasszony. A lány fürkészően nézett a főfelügyelőre. Gúnyos fölénye egy pillanat alatt szerte Leült egy székre velük szemben. Kérdezerek tőlem, amit csak akarnak. Tegnap este Mrs. Ellennek látogatója volt, kezdte Csepp. Ötven év körüli, katonás viselkedésű, keskeny bajszú, elegáns férfi. Tudja ki lehet? A leírás Justis ör nagyra illik. Barbara még Indiában ismerkedett meg vele. Körülbelül egy évvel ezelőtt bukkant fel Londonban, és azóta időnként eljött ide, hogy meglátogassa őt. A régi jóbarát, mondta Jane szárazon. De Barbara valahogy mégsem kedvelte. De azért udvariasan bánt vele? Igen. Nagyon meglepné, ha azt mondanám, hogy ez az ember zsarolta az ön barátnőjét. A lány összerezzent, arca kipirult. Hát erről van szó, ugrott fel a székről. Milyen ostoba voltam, hogy nem jöttem rá magamtól. Hát persze, az utóbbi időben néha láttam, ül a csekfüzete fölött, és valamint töpreng. Tudtam, hogy sose költ többet, mint amennyit megengedhet magának, úgyhogy nem nagyon törődtem vele, és, és ideges is volt. Néha kifejezetten izgatott, mintha kicserélték volna. Bocsásom meg, mademoiselle, de az imént nem ezt mondta. Az egészen más legyintett türelmetlenül a lány. Nem volt depressziós. Szóval nem voltak öngyilkos gondolatai, vagy mit tudom én. De a zsarolás... Bár szólt volna nekem, én elküldtem volna azt az embert a pokolba. De hát, ha elment volna, nem a pokolba, hanem Mr. Charles Leveton West képviselő úrhoz, mondta Poirot. Ön nem is sejti, mivel zsarolhatta az az ember? Fogalmam sincs. Ismervén Barbarát nem hiszem, hogy komoly dolog lehetett. Ó, az ajas gyilkos gazember! Gyilkos? A büntény nem erre val, madmazel. Az áldozatnak kellene megölni a zsarolót, nem pedig a zsarolónak az áldozatát. De talán, ráncolta a homlokát a lány, talán Barbara szembeszállt vele. Esetleg megfenyegette azzal az ostoba kis pisztolyával. Az őrnagy ki akarta csavarni a kezéből, aztán a dulakodásban elsült a fegyver, és megölte Barbarát. Erre a zsaroló megrémült, és megpróbálta öngyilkosságnak álcázni a dolgot. Oui, mademoiselle, bólintott poáró, de van egy kis probléma. Justis őrnagy, ha valóban ő volt az, tegnap este tíz óra húszkor távozott innen, és az ajtóban elköszönt Madame Barbarától. Csend. Tegnap Madame ellen kétszáz fontot vett fel készpénzben. Ennek a pénznek pedig nyoma sincs a szobájában. Poáró a fejét csóválta. Igazán különös, hogy valaki végezzen egy ilyen remek jövedelem forrásával. Tudom is én, valamiért dübegurult, elöntötte a vér az agyát, és lelőtte azt a szerencsétlent. Ha nem este, akkor visszajött éjszaka. Igen, gyilkosság történt, mondta a lány indulatosan. Gyilkosság! Milyen cigarettát szívott a barátnője, kérdezte Jepp nyugodtan. Egyiptomit, ott is van, abban a dobozban. Jepp kinyitotta a dobozt, kivette egy cigarettát, bólintott, és a zsebébe csúsztatta. Hát ön, Mademoiselle Jane, folytatta poáró, nem szív török cigarettát? Nem. És Madame Barbara? Ő sem. És Mr. Laverton West, ő mit szív? Csak nem akarja őt gyanúsítani, meret rá a lány. Charles nem ölne meg senkit. Nagyon óvatos ember. Szeretnék még egyszer körülnézni a házban, ha nincs ellenére, állt föl Gsepp. Tudja, a 200 font miatt. Jeb gyorsan, de alaposan kutatni kezdett. A nappali alig néhány perc alatt feltárta minden titkát. A főfelügyelő ezután felment az emeletre. Jane Plendelis egy szék karfáján ült, cigarettázott és a tűzbe bámult. Azt hiszem, táviratoznom kellett volna Charlesnak, mondta halkan. Istenem, de szörnyű, megfeledkeztem róla. Nehéz mindenre gondolni, mademoiselle, ha váratlanul jön a baj. Hát igen, ez igaz. Istenem, milyen fáradt vagyok. Hallgattak. Léptek, kopogtak lefelé a lépcsőn. Nos, ment eléje poáró. Semmi, rázta a fejét Jepp. Már az egész házat átkutattam. Talán csak ezt nem. Mutatott a lépcső alá beépített tároló szekrényre. Itt csak az esernyőket tartjuk. Lépett oda hozzájuk Jane Plendelis megnézzük, mondta Jeb nyájasan, és kitárta az ajtót. Jane hallgatott. A szekrény belsejében sötét volt. Jeb elővette a zseblámpáját, és körbefuttatta. Poirot érezte, hogy mellette a lány megdermed, és egy pillanatra elakad a lélegzete. Tekintetével követte Jeb zseblámpájának fényét. A szekrényben nem volt sok holmi, pár esernyő, az egyik törött, négy sétapálca, egy sorozat golfütő, két teniszütő, egy gondosan összehajtogatott takaró, néhány diványpárna. A párnák tetején kisméretű, elegáns, szögletes táska pihent. Az a táska az enyém! – szólalt meg sietősen a lány. – Velem volt a hétvégén, úgyhogy abban nem lehet semmi. – Azért minden esetre megnézzük, mondta Jepp, még az eddiginél is nyájasabb derüvel. Kinyitották. Mindössze két képes újságot találtak benne. Jeb aprólékos figyelemmel vette szemügyre a táska minden rekeszét, végigklapogatta a bélést, kiforgatta a zsebeket, semmi. Mikor végre becsukta a táska tetejét és futólag átnézte a párnákat is, a lány nyilvánvaló megkönnyebbüléssel sóhajtott fel. A szekrényben nem volt semmi más, csak amit az első pillantásra észrevettek. Köszönöm, Miss Pendulis, egyelőre végeztünk. Kérem a gyanunkról egy szót se senkinek a sajtónak maradjon csak öngyilkosság. Ahogy végigmentek a keskeny utcán, Jeb kifakadt. Mi a fene lehetett abban a szekrényben? Valami biztosan volt. Igen, valami volt. És lefogadnám tíz az egyhez, hogy annak a valaminek köze van a táskához. De hát nem találtam benne semmit. Poáró töprengve csóválta a fejét. Ez a lány benne van a dologban, folytatta Jepp. Még hogy ma reggel hozta magával a táskát, a fejemet rá, hogy nem. Megnézte azt a két újságot? Igen. Nos, az egyik tavaly júliusi volt. Hallgattak. A főfelügyelő csüggetten legyintett. Tudja mit? Ebédeljen meg öregem. Én benézek a járdra, elintézek néhány telefont. Egy óra múlva ott találkozunk. Még sincs benne, mondta Poárónak egy óra múlva a főfelügyelő. Plendelissz! Éjfélig Bridgelt! Megesküdött rá a házigazda, a háziasszony két vendég és négy cseléd. Füstbe ment az elképzelésünk, hogy bármi köze lehet a gyilkossághoz. De azért szeretném tudni, miért jött olyan izgalomba attól a kis neszeszertől a lépcső alatt. Ez a maga feladata lesz, Poáró. – Maga szeret az ilyen kilátástalan semmiségekkel foglalkozni. A kis táska rejtéje. Remekül hangzik, nem? – Szem annyi De mondok egy másik címet. A dohányfüst szagának rejtélye. – A dohányfüst szaga? Hát ezért szimatolt annyira, amikor megvizsgáltuk a holtestet? Azt gondoltam, náthás. – Tévedett. Mindig azt hitt, nem, csak a szürke állománya teszi, folytatta gyanakodva Jepp. Nem mondja, hogy a szaglása is kifinomultabb, mint a többi halandói. Nyugodjon meg, nem. Mrs. Ellen szívta, vette elő a zsebéből a cigarettát a főfelügyelő. Egyiptomi. Hat csikk az övé volt. A másik három török cigarettái. Precismo? Pontosan. Jeb tanácstalanul bámult rá. Hát akkor? Ebbie valami kétségtelenül hiányzott a szobából. És volt valami, aminek nem kellett volna ott lenni, azt hiszem. Aztán meg az íróasztalon az a... Tudom, a zöld lúttól. A lúttólnak merőben negatív szerepe van, Monami. Mr. Charles Leveton West az ifjú képviselő, középtermetű, határozott egyéniségű, büszke tartású férfiú volt. Az arcát simára borotvált, a mozgékony ajka akár egy színészé, szemekisség kidüllett, mint a jó szónokoké gyakran. Elég jó megjelenésű volt a maga diszkrét, előkelő módján. Szertartásosan bemutatkozott mindkettejüknek. Tökéletesen nyugodtan viselkedett, bár sápat volt és levertnek látszott. Fegyelmezetten fogadta a részvét nyilvánításokat. Leült, kesztyűjét és kalapját az asztalra tette, és a főfelügyelőre nézett. Tudják már, mi oka lehetett a mennyasszonyomnak, hogy végezzem magával? Talán érthetőbb lesz, uram, ha megmondom, hogy nem öngyilkosság történt, hanem gyilkosság. Gyilkosság? azt mondja, gyilkosság. Pontosan, van valami elképzelése arról, hogy ki tehette? Nincs. Sose beszélt önnek arról, hogy ellenségei volnának? Charles Leverton West tanácstalanul csóválta a fejét. Rémültnek és kábultnak látszott. Mondja a képviselő úr, mi a véleménye Miss Jane Plenderlisről? Úgy értem, megbízható? Szabahihető teremtésnek tartja? – Igen, bizonyára az. – Nem kedveli őt, ugye? – nézett rá fürkészően Jepp. – Ezt nem mondanám. Nem vagyok csodálója az ilyesfajta fiatal nőknek, mint Jane. Engem nem vonz ez a csípős nyelvű független típus, de véleményem szerint teljes mértékben szabahihető. – Értem – mondta Jepp. – Ismer egy bizonyos nagyot? Justis, Justis. Egyszer találkoztam vele Barbaránál. Nem az a fajta, akit szívesen láttam volna a házamban, ha már összeházasodtunk. Mondtam is a mennyasszonyomnak. És mit mondott erre ő? Természetesen tökéletesen egyetértett velem. Barbara vakon megbízott az ítéletemben. Egyébként az esküvőnk után jó néhány régi ismerősének a társasága nos, mondjuk így nem kívánatosnak minősült volna, mert nekem az én társadalmi helyzetemben különös gonddal kell megválogatnom a barátaimat és a feleségemnek szintén, hiszen az ember úgy szólván örökös reflektorfényben van. Kétségtelenül, mondta Jeb szárazon. Mr. Charles Leveton West képviselő úr hideg hal szemével rámerett a főfelügyelőre. Nos, ha más nincs, remélem tájékoztatni fognak a fejleményekről. Meghajolt és távozott. Micsoda beképzelt, tökfélkó, méltatlankodott Jepp. A Blendelis lánynak tökéletesen igaza volt, de elég jó képű a fickó. Nagy hatással lehet egy nőre, akinek nincs humora. Továro bólogatott. Egyébként Mademoiselle Blendelisszel kapcsolatban úgy járt el, ahogy mondtam? Igen, várjon egy percet, megkérdezem, mi újság. Fölvette a telefont, rövid beszélgetés után letette a hallgatót. Elég szívtelen teremtés. Elment golfozni. Szép dolog. Mikor nincs még 24 órája, hogy megölték a barátnőjét? poáró felhőrtült és a fejéhez kapott. – Most meg mi van? – rémült meg Jepp. De poáró csak magában motyogott. – Hát persze, persze, hogy nem, milyen ostoba vagyok, hiszen majdnem kiszúrta a szememet. Mert tudja meg, én már mindent értek a világon. mindent. Justis őrnagy a világfia könnyed magabiztosságával fogadta őket. Itallal kínálta a jövevényeket, és amikor elhárították, elővette a cigaretta tárcáját. Jepp is, Poirot is kivett egy-egy cigarettát. Összenéztek. Látom, török dohány szív. Igen. Vagy jobban szeretik az erősebbet? Az is van valahol. Köszönöm, ez nekem nagyon is megfelel, forgatta újai közt a cigarettát Jepp. Ismerőn egy bizonyos Mrs. Barbara Ellent? Az őrnagy hátradőlt, kifújta a füstöt. Hát, erről van szó. Láttam a délutáni újságban. Nagyon szomorú. Még oda Indiában ismerkedett meg Mrs. Elendel, ugye? Igen, sok évvel ezelőtt. A férjét is ismerte? Rövid csend. Vele sose találkoztam, mondta aztán könnyedén az őrnagy. Elég züllött fickó volt, úgy hallottam. Persze lehet, hogy ez csak szóbeszéd. Mrs. Ellen nem mondott róla semmit? Sosem emlegette. Ön bizalmas kapcsolatban volt a hölgyel? régi barátok voltunk, vont vállat Justis nagy, de ritkán találkoztunk. Az utolsó estén azonban látta őt, közölte Jeb komoran. Tegnap este? Igen, valamilyen befektetéssel kapcsolatban akarta kikérni a tanácsomat. Persze, tudom, mi érdekli önöket, telt meg a hangja bánatos gyöngétséggel, hogy milyen lelki állapotban volt meg e de hát ezt nem könnyű megmondani. Elég természetesen viselkedett, bár ahogy most visszagondolok, mintha kissé ideges lett volna. Így hát nem is maradtam sokáig. Azzal köszöntem el tőle, hogy hamarosan felhívom, és elmegyünk együtt valahova. Azt mondta, felhívja őt? Ezzel búcsúzott el tőle? Igen. Különös. Értesülésem szerint ön egészen mást mondott. Nos, természetesen nem emlékszem minden szóra, változott meg Justis arcine. Értesülésem szerint ön valójában azt mondta, nos, jól gondolja meg. Ez kicsit más, nem igaz? jegyezte meg Jepp. Ugyan már, senkitől sem kívánhatja, hogy szóról szóra emlékezzen rá, mit mondott egy bizonyos alkalommal vont vállat Justis őrnagy. És Mrs. Ellen mit felelt? hogy majd felhív. Legalábbis nagyjából ezt. Pontosan nem emlékszem. Azt mondja, Mrs. Ellen kikérte a tanácsát a befektetéseivel kapcsolatban. Nem adott át önnek véletlenül 200 fontot készpénzben, hogy fektesse be a részére? Mi az ördögöt akar ezzel mondani? A pénz egy része öt fontos bankjegyben volt. Ezeknek a számát természetesen ellenőrizni lehet. Átadta önnek? És ha átadta? Jepp előre hajolt. Zsarolásról van szó? Justis arca bíbor vörös lett. Azt hiszem, Justis nagy, közölte Jepp hivatalos hangon. Itt az ideje, hogy megkérdezzem önt, hajlandó-e velem jönni a Scotland Yardra, és vallomást tenni. Természetesen nem kényszeríthetem, és amennyiben úgy látja jónak, jelen lehet az ügyvédje is. Az ügyvédem? Mi az ördögnek kellene nekem ügyvéd? Nincs titkolni valóm. Fölhívtam Barbarát, megbeszéltük, hogy este fél tízkor meglátogatom. Oda mentem. Leültünk. Beszélgettünk. Eljöttem. Cigarettáztak is? Igen, cigarettáztunk. Miért bűn? kérdezte az őrnagy harciasan. Hol beszélgettek? A földszinten, a nappaliban, a bejárattól balra. Valamivel fél tizenegy előtt jöttem el, küszöbben még megálltam néhány búcsúszóra. Barbara meg én, barátságban váltunk el. Egyenesen a klubomba hajtottam. Tíz óra harmincötkor értem oda, ott bridzseltem fél kettőig. Tessék, ezt a kalapjuk mellé tűzhetik. A látogatás során végig a nappaliban maradtak? kérdezte a főfelügyelő nyugodt hangon. Igen. Ön nem hagyta el a nappalit? Nem. Ön nem ment fel, Mrs. ellen szobájába? Nem. Az őrnagy felugrott és hadonászni kezdett. Nem, nem, nem. Jeb elgondolkozva nézett rá. Hány pár a gombja van? a gombom? Természetesen nem köteles válaszolni a kérdésre. Dehogy nem! Válaszolok én! Hogy ne válaszolnék mindenre? Csak a végén követelem majd, hogy kérjenek bocsánatot! Hát van ez? nyújtotta ki a karját. Jeb fejbólintással nyugtázta az arany és platina mancsetta gombot. Meg ez? Oda ment egy fiókhoz, kirántott egy tokot, kinyitotta és dühösen odalökte Jeb orra alá. Igazán szép, mondta a főfelügyelő. Látom az egyik hibás. Lepattant róla egy kis darab zománc. Na és! Meglepné, ha azt mondanám, hogy akkor, amikor ön Mrs. Ellennél járt. Miért lepte meg? Egy szóval sem tagadtam, hogy ott jártam, fölényeskedett az őrnagy. Csak hogy a manzsetta gomnak ezt a szilánkját, hajolt előre Jepp, nem a nappaliban találtuk, hanem az emeleten, Mrs. Ellen szobájában, abban a szobában, ahol végeztek vele, és ahol járt valaki, aki ugyanolyan cigarettát szívott, mint ön. Mi az, hogy végeztek vele? Van alibim. Tegnap éjjel többé a közelébe sem mentem annak a háznak. Poáró, aki eddig csöndben, szerényen üldögélt egy széken, most felállt és közelebb lépett. Ó, többé közelébe sem ment a háznak. Nem is volt rá szüksége, mert Mrs. Ellen valószínűleg már halott volt, amikor maga elment. Na de, uram, ő ott állt az ajtóban és beszélt velem. Az embereknek látniuk kellett, hallaniuk kellett. Azt hallották, hogy ön beszél, Mrs. Ellennel, mondta Poáró szeliden, és úgy tesz, mintha megvárná a válaszát, aztán újra megszólal. Régit régi trükk. Mindenki feltételezte, hogy Mrs. Ellen ott van, de látni nem látták. Azt sem tudták megmondani, hogy milyen színű volt a ruhája. Justis összeomlott, reszketett, kezét törtelte. – Nyösszergett! – Jeff undorral nézte. – Nos, meg kell kérnem, hogy jöjjön velem! – Végem van! – nyögte alig hallhatóan az imént még oly fölényes Justis örnagy. Erküld poháró megpödörte a bajuszát, és finoman mosolygott. Szemében vidám, zöld fények gyúlt. Öröm volt látni, ahogy összecsuklott, mondta Jeb később elégedetten. Kocsiban ültek poáróval. Tudta, hogy vége a játéknak, jegyezte meg szórakozottan poáró. Épp eleget tudunk rábizonyítani, folytatta Jeb. Három különféle álnevet, valami zűrös ügyet egy csekkel, és talán egy szép kis bigámiát. Egyelőre ezekért helyezzük vád alá, amíg a mostani ügyet nem tisztázzuk végképp. Mondja csak öregem, most miért is megyünk a csendes házba? Mert nem csak magát az ügyet, hanem az ügy minden részletét annak rendje módja szerint tisztázni kell, Monami. Magyarázatot keresni mindenre. Jelenleg annak a rejtének a megoldásán fáradozom, amelyet önvetett fel. Emlékszik? Az eltűnt táska rejtéje. Én a kis táska neveztem. Nem tudok róla, hogy eltűnt volna. A kocsi befordult a keskeny utcába. A ház előtt Jane Plenderlis épp akkor szállt ki egy kis Austinból. Golfruhában volt, az egyik férfiról a másikra nézett, aztán elővette egy kulcsot és kinyitotta az ajtót. Parancsoljanak! Jeb követte a lányt a nappaliba. Poáró egy-két percig még az előszobában maradt, és olyasmit dünnyögött, hogy... C'est un beton. Basszantó! De nehéz boldogulni ezekkel a kabátúgyakkal. Mikor aztán ő is belépett a nappaliba, már felöltő nélkül, Jepp elmosolyodott a bajusz alatt. Az imént hallotta a nyíló szekrényajtó halk nyikorgását. Kérdő pillantást vetett Poáróra, aki alig észrevehetően bólintott. – Nem akarjuk sokáig igénybe venni az idejét, Miss Pendulis, – mondta Jep határozottan. – Csak azért jöttünk, hogy megkérdezzük, meg tudná-e mondani Mrs. Ellen ügyvédjének a nevét. – Az ügyvédjének a nevét? Azt se tudom, hogy van-e ügyvédje. – Értem. – Nos, akkor nincs mit tenni. – Sajnálom, hogy nem segíthetek, – mondta Jane udvariasan. – Tulajdonképpen nem olyan fontos, – vigasztalta Poirot. – Golfozni volt? Igen, pirult el a lány. Nyilván szívtelenségnek látszik, de az igazat megvalva eléggé nyomasztott ez a környezet. Úgy éreztem, ki kell szabadulnom innen, tennem kell valamit, kifárasztani magamat, különben megfulladok. Megértem önt, mademoiselle, sietett a válaszsal poáró. Mi sem érthető, mi sem természetesebb. Itt ülni, ebben a házban és gondolkozni? Nem, ez korán sem lett volna szívderítő. – Tagja valamelyik golfklubnak? – Igen, wentworth játszom. – Ma a gyönyörű idő volt, jegyezte meg poáró. Viszont látásom is plendelész, búcsúzott Jebszer tartásosan. Értesítem önt, amint valami biztosat tudunk. Az igazat megvalva már őrizetbe vettünk egy gyanúsítottat. – Kicsodát, nézett rájuk feszülten a lány. – Justi nagyot. Jane lehúnyta a szemét, bólintott és elfordult. Lehajolt, hogy megigazítsa a tüzet a kandallóban. Nos, kérdezte Jepp, mikor a kocsi kifordult a keskeny utcából. Simán ment. Féltem, hogy jobban nyikorog majd a szekrény ajtó. És ebben, mosolygott poháró, a golfütők eltűntek. Hát Persze, hiszen golfozni volt, eltűnt más is. Igen, igen, a kis kézitáska. A fenébe, tudtam, hogy van itt valami, de mi az ördög lehet, milliméterenként kutattam át azt a táskát. Szegény zsebem, de hisz ez a napnál világosabb, kedves Watson. <laughs> Hova megyünk, nézett rá zsebdühösen. Még négy óra sincs pillantott az órájára poáró. Ha minden jól megy, sötétedés előtt a golfklubba érünk. Nem bánom, gyerünk! Jepp ügyesen manőverezett a forgalomban. Bár nem fér a fejembe, mi lehet ennek a kézitáskának a bűncselekményhez. Szerintem a világon semmi. Egyet értek önnel. A világon semmi köze hozzá. Az autó falta a mérföldeket. Röviddel fél öt után megérkeztek a Bentworthy golfklubba, ahol hétköznap lévén nem voltak valami sokan. Poáró egyenesen a raktároshoz ment, és elkérte Miss Plendalis ütőit. A hölgy holnap egy másik pályán játszik, magyarázta. A raktáros átnézte az egyik sarokban álló ütőket, végül odahozott hozzájuk egy GP monogramos zsákot. Köszönöm, mondta Poáró. Ma volt itt? Hogy ne, láttam őt. Elhagyta a kézitáskáját, és fogalma sincs, hol volt nála utoljára. Nem tudja, melyik labdaszedő fiú volt mellette? Nem kellett neki labdaszedő, bejött ide és vett egy pár labdát. Csak egy vasütőt vitt ki magával, mintha akkor lett volna a kezében valami kis táska. Poáró megköszönte a felvilágosítást és távozott a két férfi átment a klubházba. Gyönyörű, nem igaz? Állt meg poháró egy pillanatra, hogy megcsodálja a látványt. Ezek a sötét fenyőfák, mögöttük a tó, bizony, a tó. Erről van szó, ugye? Nézett rá Jepp hirtelen. Poáró a hatalmas antik inga órára nézett. Kilenc óra lesz egy perc múlva. Ezt a széket ide, ezt a másikat meg oda. Igen, így jó lesz. Valaki csönget. Alig, ha nem csepp. Igaza volt öregem, sietett be a főfelügyelő. Délben többen látták a plenderlis lányt, ahogy bedob valamit a tóba, de nem törődtek vele. A tárgyat könnyű volt kihalászni, épp a nádasba esett. Vajon mi volt az? Hát a kézitáska. Nem volt benne a világon semmi. Még azok a régi képes újságok sem. Mi oka lehet rá egy feltehetőleg épelméjű fiatal nőnek, hogy vízbe dobjon egy drága neszeszert? Én mondom egész éjszaka, nem fogok aludni emiatt. Mon púr Ne féljen, rövidesen megnyugodhat. Közeleg már a válasz. Újra csöngettek. Azért kértem Mademoiselle, hogy fáradjon ide, mert van az ön részére néhány hírem. Jane Prendelis leült. Egyikükről a másikra nézett, kalapja félre billent. Lekapta és maga mellé tette. Nos, azt tudja, hogy Justice őrnagyot őrizetbe vették. Egyelőre kisebb kihágások miatt emeltek vádat ellene, közben a rendőrség bizonyítékokat gyűjt. Bizonyítékokat a gyilkossággal kapcsolatban, hiszen gyilkosság történt, mondta keményen a lány. Igen, bólintott Poáró. Gyilkosság. Egy emberi lény előre megfontolt szándékkal, egy másik emberi lény életére tört. Hagyja abba, borzongott meg a lány, iszonyúan hangzik. Kétségtelenül, de iszonyú is. Most pedig Mademoiselle Jane. Elmondom önnek, hogyan jöttem rá, mi is történt valójában. Mint tudja, madmazel, november 6-án délelőtt érkeztem a büntet helyére barátommal. Bementünk a szobába, ahol megtalálták Mrs. Ellen holtestét, és nekem azonnal feltűnt néhány sokat mondó részlet. Tudja, volt abban a szobában egy és más, amit határozottan különösnek találtam. Először is a cigarettafüst. Azt hiszem, ezt eltúlozza poáró szólt közbe Zsepp. Én nem éreztem semmit. Pontosan. Egyáltalán nem érezte az áporodott füsszagát. Én sem. Különös volt. Nagyon különös, hogy a szobában tökéletesen friss a levegő. Szóval erre akart kiukadni, sóhajtott fel Zseb. Mindig olyan körülményesen fejezi ki magát. A maguk Sherlock holmes is így tett. Emlékszik? Felhívta a figyelmet arra a különös mozzanatra a kutyával éjszaka, és a megoldás az volt, hogy hiányzott a különös mozzanat. A kutya mit sem tett azon az éjszakán? De te menjünk tovább. A következő apróság, amely fölkeltette a figyelmemet, a halott nő karórája volt. Mi van vele? Semmi különös, csak éppen a jobb csuklóján viselte, Már pedig úgy tapasztaltam, hogy legtöbben a bal kezükön hordják a karórát. Jeff vállat vont, és kinyitotta a száját. Igaza van, Monami, folytatta poáró, mielőtt a főfelügyelő megszólalhatott volna. Vannak, akik szívesebben hordják a jobb csuklójukon. Most azonban rátérek egy igazán érdekes pontra. Rátérek az íróasztalra. Ez már valóban fölöttébb különös volt, két okból. Először is valami hiányzott az íróasztalról. Micsoda? kérdezte Jane feszülten. Egy lap, itatós papír, mademoiselle, fordult hozzá Poirot. A mappában legfölül tiszta, makulátlan, itatós papír volt. Ugyan már, monsieur Poirot, az emberek időnként letépik az elhasznált lapot. Csak hogy a papírkosárban sem volt. Megnéztem. Nyilván előző nap kivette a bejárónök. Azért volt tiszta az itatós, mert Barbara aznap nem írt levelet. Nem, madmazel. Mrs. ellen ugyanis látták aznap este lemenni a postaládához. Tehát levelet kellett írnia. Akkor viszont mi történt az itatóssal? melyen a levelet leítatta. Igaz, előfordul, hogy valamit a tűzbe dobnak, nem a papírkosárba. Az ő szobájában azonban csak gázkandalló van. A nappaliban pedig nem gyújtottak tüzet az előző nap, hiszen ön azt mondta, minden készen volt, csak meg kellett gyújtania. Fogas kérdés, nem igaz? Hiába kerestem mindenütt a papírkosárban, a szemétládában, sehol nem találtam használt, Itatós papírt, és valami az súgta nekem, hogy ez igen fontos, mintha azt az itatóst valaki szándékosan vette volna ki a mappából. Vajon miért? Mert a betűket könnyűszerrel el lehetett volna olvasni egy tükörrel, és volt még egy különös mozzanat az íróasztallal kapcsolatban. Emlékszik nagyjából a tárgyak elrendezésére, Zsepp? Mappa és tintatartó középen, toltartó baloldalt, naptár és luttól jobboldalt. E Miért? A luttól. Emlékszik meg is? Néztem. Csak díznek volt ott. Sose használták. Még egyszer elmondom. Mappa középen, toltartó baloldalt. Baloldalt jep. Vajon nem az a természetes, hogy a toltartó jobb oldalt áll, ahol jobb kézzel könnyebb elérni a toltartó bal oldalt, a karóra a jobb kézen, az eltüntetett itatós papír, és amit utólag vittek be a szobába, a hamotartó a csikkekkel. Abban a szobában friss, tiszta volt a levegő, annak a szobának az ablaka egész éjjel nyitva volt nem csukva. És akkor megpróbáltam elképzelni. Villám gyorsan megfordult, és szembenézett a lányjal. Magam elé képzeltem önt, matmazel, amint megérkezik a taxival. Kifizeti, fölszalad a lépcsőn, talán azt kiabálja, Barbara, és aztán kinyitja az ajtót, és ott találja a barátnőjét holtan, pisztolyjal a kezében, természetesen a bal kezében, hiszen bal kezes. Azért hatolt a gulyó is, bal oldalt a koponyájába. Az asztalon egy önnek címzett levél, abból meg tudja, mi hajszolta öngyilkosságba szegényt. Nagyon megrendítő levél lehetett egy fiatal gyöngét, boldogtalan teremtésé, akit a zsarolás öngyilkosságba hajszolt. Azt hiszem, ön ebben a pillanatban döntött. Bűnhődjék, aki ezért felelős. Kapja meg, amit érdemel. Poirot bólintott. Ön fogja a pisztolyt, letörli róla az új lenyomatokat, aztán visszateszi a jobb kézbe, majd fogja a levelet, és kitépi a mappából a felső lapot, amelyel a levelet leítatták. A nappaliba siet, tüzet gyújt, és mindkettőt elégeti. Aztán felviszi a hamutartót, ezzel is felhívja a figyelmet, hogy odafön két ember ült, és fölviszi a mancsetta gombról lepattant zománc darabkát is. Ez szerencsés lelet, ön számít rá, hogy perdöntő lesz. Aztán becsukja az ablakot, és bezárja az ajtót. Senkinek nem szabad megsejtenie, hogy ön hozzányúlt valamihez a szobában. A rendőrségnek mindent úgy kell találnia, ahogy van. Ezért nem hív segítséget. Ezért értesíti azonnal a rendőrséget. Aztán folytatódik a színjáték. Ön józanul, hideg fejjel játsza a szerepét. Először semmit nem hajlandó mondani, de ügyesen érezteti. Nem hiszi el, hogy öngyilkosság történt. Később aztán készségesen Justis nagy nyomára vezet bennünket. Meg kell adni, mademoiselle. Igen ügyes munka volt. Ügyes gyilkosság. Mert az gyilkossági kísérlet Justice örnagy ellen. Nem gyilkosság, ugrott fel a lány, hanem igazságszolgáltatás. Az az ember öngyilkosságba hajszolta a szegény barbarát, azt a szelid, gyámoltalan teremtést. Tudja, mikor kiment Indiába, beleszeretett valaki beszegényke? Csak 17 éves volt, a férfi meg nála jóval idősebb és. Nős, aztán barbarának gyereke született bedughatta volna egy árvaházba, de ilyesmiről hallani sem akart, inkább elment valami Isten háta mögötti helyre, és Mrs. Ellennek mondta magát. Később a gyerek meghalt, Barbara pedig visszajött Angliába, és beleszerhetett a nagy képű, beképzelt tökfilkóba. Imádta Charles-t! Az meg önelégültem fogadta a hódolatát. Ha másmilyen ember, azt tanácsoltam volna Barbarának, mondjon el mindent, így azonban arra biztattam, hogy tartsa a száját, hiszen rajtam kívül senki nem tudott arról a régi ügyről. Persze hallgatott, ő csak boldog akart lenni végre. És akkor, akkor váratlanul fölbukkant az az átkozott Justiz Örnagy, a többit már tudják rendszeresen zsarolta, de Barbara csak tegnap fogta föl, hogy hamarosan charles is kiteszi a zsarolásnak. Az őrnagynak más sem kell, mint hogy ő feleségül menjen egy gazdag emberhez, aki retteg a botránytól. Mikor Justis távozott a tőle kapott pénzzel, Barbara leült és végig gondolta az egészet. Aztán feljött ide és levelet írt nekem. Szereti charles és nem tud, nem is akar nélküle élni. De ha a javát akarja, nem lehet a felesége. Az egyetlen megoldást választja, írta. Hát csodálkozik, hogy azt tettem, amit tettem. És képes ezt gyilkosságnak nevezni Mösszió Poáró? Igen, bólintott Poáró. Mert az is gyilkosság. A gyilkosság néha talán jogosnak látszik, de attól még gyilkosság marad. Ön őszinte, józan teremtés, madmazel. Nézzen szembe az igazsággal. A barátnője végül is azért halt meg, mert nem volt bátorsága élni. Lehet, hogy együtt érzünk vele. Lehet, hogy sajnáljuk. De ez nem változtat a lényegen, hogy ő volt a tettes. Nem más. Kutatóan a lány szemébe nézett. És ön? Az az ember most börtönben ül, ott is marad, hosszú évekig bűnhődik, majd egyéb tetteiért. Ön valóban képes volna előre megfontolt szándékkal megfosztani bármiféle emberi lényt az élettől? Érti? az életétől? A lány rámerett, aztán lehúnyta a szemét. Nem. Igaza van. Nem volnék képes. Sarkon fordult és kisietett a szobából hangosan csapódott a beárati ajtó. Jeff hosszan, nagyon hosszan füttyentett. Na hát a fenébe, mondta. Poáró leült, és nyájasan rámosolygott, jó darabig egyikük sem törte meg a csendet. Nem öngyilkosságnak álcázott gyilkosság, szólalt meg végül Jeb, hanem gyilkosságnak beállított öngyilkosság méghozzá nagyon ügyes munka. Sehol semmi túlzás. Pontosan, fordult feléje Poáró. És mi van a kézitáskával? kérdezte Csepp hirtelen. Az hogy kerül az ügybe? De kedves drága Mona, mi? Hiszen már megmondtam, sehogy. Akkor miért csinálta? Miért dobta a tóba? A golfütők miatt, a golfütők miatt Jeb balkezes játékos ütői voltak. Jim Plendelis az övéit a golfklubban tartotta. A szekrényben Barbara ellenütőit láttuk. Nem csoda, hogy a lány, hogy úgy mondjam, halára rémült, mikor kinyitottuk azt a szekrényt. Kis hiány, semmi vélett a terve. De mert okos teremtés, Azonnal észrevette, hogy elárulta magát. Tehát a legjobbat teszi, ami abban a pillanatban eszébe jut. Megpróbálja valami másra terelni a figyelmünket. Az az enyém, ma reggel hoztam magammal mutat a kézitáskára, és beválik a számítása, maga már indul is a hamis nyomon. Amikor aztán délután lát, hogy megszabaduljon a golfütőktől, megint a kézitáskát használja a megtévesztésünkre. Zsebcsak csak nézett, még levegőt sem vett. Gondolkozzék, Monami, hol a legkönnyebb egy táska golfütőtől megszabadulni? Elégetni nem lehet, sem berakni a személygyűjtőbe, ha ott felejti valahol, utána szaladnak, visszaadják. Számíthatott arra is, hogy figyeltetjük. Hát kiviszi mindet a golfklubba. Elővesz egy vasütőt a saját készletéből, aztán kimegy a pályára labdaszedő nélkül. Semmi kétség. Megfelelő időközökben ketté tör egy, egy ütőt, és bedobja valami sűrű bokorba, hiszen ha valaki törött golfütőt talál itt-ott, nem fog csodálkozni. Olyat is hallottunk már, hogy egy-egy játékos dühében minden ütőjét eltörte és elhajította. Mi tagadás? Ez ilyen játék. De közben eszébe jut, hogy az eljárása még így is feltűnhet valakinek. Tehát látványosan bedobja a tóba azt a hasznos elterelő tárgyat. A kézitáskát. Ez hát a kis táska rejtéjének valódi megfejtése. Jepp néhány percig szótlanul nézett a barátjára. Aztán felállt és a vállára csapott. Szavamra magáé a babérpoáró. Jöjjön, megvacsorázunk valahol, jó? Szívesen, drága barátom, de babért nem kérek, inkább omlet o champignon legyen a menü, s utána egy baba orrom. <laughs> Gyerünk, öregem, mondta Jepp.